A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér Extra. Február 10-én a mai napon egy nagyon fontos döntést hozott meg Székesfehérvár képviselő testülete, hiszen elfogadták a város 2023-as évi költségvetését. Erről beszélgetünk, stúdiónk vendége Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a kedves meghívást, és hogy a költségvetésről beszélgethetünk, és természetesen tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat is. Mondhatjuk azt, hogy nem volt egyszerű a tervezet elkészítése, egy nagyon mozgalmas időszak volt sok-sok kihívással? Általában is igaz, hogy egy költségvetés megtervezése az mindig egy időigényes, sok tervezési, egyeztetési részt tartalmazó, gyakorlatilag tervezési folyamat. De most még korábban kezdődött, hiszen amikor nyáron érzékeltük az energiárakban bekövetkező robbanásszerű növekedést és emelkedést, akkor gondoltuk azt, hogy nem csak a 22-es évet kell valahogy megoldani az ősz-téli finanszírozás vonatkozásában, hanem időben el kell kezdeni a 23-as büdzsé tervezését is, úgyhogy gyakorlatilag augusztus óta zajlik ez a folyamat. Része volt most erőteljesen az, hogy az intézkedés sorozatból, hogy mit tudunk megvalósítani, mint ugye takarékosság jegyében eldöntöttünk a nyári időszaktól kezdve, és itt fontos kiemelni, hogy a tervezés általában is nem néhány embernek a munkája, természetesen valaki összefogja, mivel a politikai felelősség a polgármesteré, a szakmai hivatali összefogás a főjegyzői, illetve a gazdasági igazgatói. Igazgatóasszony az, aki valójában a tervezésnek a szakmai munkáját végzi, de rengeteg hivatali dolgozó, hivatali szervezeti egység, az összes önkormányzati intézmény, önkormányzati vállalat, cég munkája kell ahhoz, hogy aztán a közgyűlés elé kerülhessen, és ott nem egész egy óra alatt aztán elfogadást is nyerjen egy költségvetés, ahogy történt az a mostani testületi ülésen. Talán a Covid alatti időszakban sem volt ennyi bizonytalansági faktor, mint most. Igen, beszéltük is a közgyűlésen arról, hogy hát ez az egész önkormányzati ciklus szinte egy válságmenedzsment, hiszen ha visszaemlékszünk rá, akkor 2019 őszén választották meg ezt az összetételű testületet, elkezdtük a munkát, persze sok tekintetben folytattuk, de akkor is egy önkormányzati ciklus elején azért mindig újra lehet néhány dolgot gondolni. Egy kis mini helyi kormányprogram is születik ilyenkor, aztán néhány hónappal később, 2020 februárjában jött a pandémia, és annak aztán minden következménye. Amikor azt hittük, hogy ennek az újabb és újabb hullámain túljutottunk, és ugyan itt van ez a vírus közöttünk, de megtanulunk együtt élni ezzel a helyzettel, tudjuk kezelni, az oltások megtörténtek, tehát tudunk előrelépni újra, akkor pedig jön egy szörnyű, tragikus háború a szomszédunkba. Én általában is azt hiszem, hogy nem számíthatott senki arra, hogy Európában megélünk még háborút. Sajnos ez megtörtént, és most már egy éve zajlik, és ennek aztán rengeteg következménye van a világ egészére, egy Európára, Magyarországra és a magyar településekre, így Fehérvárra is vonatkoztatva, akár az energia alakulása, akár az infláció alakulása, akár ebből fakadó nagyon-nagyon sok bizonytalanság, hogy igen, nehezebb volt ez a tervezés, és bizony úgy fogadtuk el a költségvetést, hogy azért vannak benne olyan fontos elemek, amiket nem tudtunk olyan exakt módon tervezni, mint ahogy egyébként megszokott bázis alapon történő tervezésnél lehetséges, mert olyan szinten ugrálnak például az energiaárak, hogy bizonyos szempontból egy-egy szintet próbáltunk meghatározni, ez alapján készült a ronda szó a matekja a költségvetésnek, és aztán majd meglátjuk, hogy az év közben hányszor hogyan kell hozzányúlni. Ugye általában is egy 3-4 alkalommal módosítunk minden esztendőben költségvetést, ez biztos, hogy most is így fog történni. Egy egészen biztosan elmondható, hogy a körülményekhez képest én úgy gondolom, hogy ez egy stabil, biztonságos költségvetés, garantálja az intézmények működését, a közszolgáltatások
biztosítását, azért van benne fejlesztés is, és az energiaáraknál egy szerintünk elég pesszimista forgatókönyvvel számoltunk, azaz konzervatív módon. Ha annál jobb lesz, akkor talán még tartalékok is lehetnek majd az év második felébe olyanok, amik lehetőséget adnak újabb döntések meghozatalához. Abban mindenki egyetértett politikai pártállástól függetlenül, hogy nagyon szűk volt a mozgástér, főleg ahhoz képest, amit korábban mondjuk Fehérvár megszokott. Igen, összességében is én úgy láttam ezt a mai költségvetési vitát, hogy ellenzéket is, és úgymond kormánypárti képviselőket is ide véve egy kultúrált, normális stílusú vita volt. Az, hogy nem mindenben értünk egyet, ez egy demokráciában szerintem nem feltétlenül probléma, de én úgy érzem, hogy ma mindenki a másiknak megadva a tiszteletet és a helyzet komolyságához mérten fogalmazta meg a saját véleményét. Nyilván sok dologról tudnánk egymással vitatkozni, de én ma fontosnak tartottam azt, hogy mindenki elismeri, hogy egy olyan nemzetközi környezet veszi körül Magyarországot is, így Székesfehérvárt is, amiben egy város, egy település az nagyon sok tekintetben csak alkalmazkodni képes, nem tudjuk mi irányítani a világ folyamatait, hanem próbáljuk azokat megérteni, és azokat a legjobb helyi döntések előkészítésére felhasználni. És e tekintetben igen, a mozgástér egy kicsit szűkebb volt, bár szerintem a magyar települések jelentős része azért bőven cserélne velünk, és irigyli azt a mozgásteret is, ami még Fehérvárnak még egy ilyen nehéz helyzetben is van. De ami miatt mi magunk is egy kicsit szűkítettük saját mozgásterünket, hogy az elmúlt évek bebizonyították, hogy az a több mint 10 éves gyakorlat, hogy nem költi el a város a rendelkezésre álló valamennyi forrását, hanem mindig képezünk tartalékot. Ez bevált, ez fontos volt nehéz időszakokban, ehhez lehetett nyúlni, ez volt a valódi tartalék. Tehát ez a költségvetés is most egy elég jelentős tartalékkal került elfogadásra, mert egyszerűen olyan nehéz, ilyen kiszámítható, azaz bizonytalan most sok minden, hogy nem baj, hogyha vannak olyan szabad pénzeszközök, amihez majd nyúlni lehet. Ha pedig ezeket nem kell felhasználni, mondjuk az energiaárak kicsit alacsonyabbak lesznek, mint vártuk, mondjuk az infláció egy kicsit csökken, akkor ez azt eredményezheti, hogy az év második felébe felszabadulhatnak még olyan források, amit akkor tudunk másra fordítani, és ma még azt is láttam, hogy hasonló a cél, hogy mire lehetne azt fordítani. Körülbelül 4000 embernek adunk közvetetten, vagy közvetlenül munkát önkormányzatként, intézményeinken, vállalatainkon keresztül. Az ő juttatásaik tekintetében lenne jó előrelépni, illetve ugye fontos lenne, hogy a fejlesztések tekintetében legyen mozgásterünk, és ugye most sajnos rákényszerültünk még a tavalyi év végén egy építményadó emelésre, ahhoz képest ma tudtunk egy kicsit csökkenteni, de látnánk még olyan célzott gazdasági területeket, szolgáltatások bizonyos részét, ahol jó lenne további építményadó csökkentési döntéseket meghozni. Meglátjuk, hogy lesz rá pénzügyi lehetőség az év második felébe, de én úgy érzem, hogy ezek azok a célok, amiket egyébként szintén egyetértve a közgyűlés kicsit meghatározott, hogyha lesz mozgástér, akkor ezekbe az irányokba kell ezt felhasználni majd. Ugye 104 milliárd, közel 104 milliárd a fő összeg, de mik a főbb pontok? Ez egy nagyon magas összeg. Ugye tavaly is alig volt ennél magasabb, tehát 104 milliárd forint az nagyon sok, és ugye ebben nincsenek benne az önkormányzati vállalatoknak az üzleti terveiből azok az összegek, pénzügyi részek, amik nem az önkormányzat finanszíroz, tehát ez ennél még egyébként valójában jóval nagyobb is. De nem igazán ezeknek az összegeknek van jelentősége egy település életében, mert ezt egy-egy nagy beruházás, ugye most nagyon sok iskolafejlesztés folyik, vagy kezdődik el hamarosan, épül a multicsarnok, épülnek komoly útépítési munkák, vagy ezek elkezdődtek, gondoljuk mondjuk a Móri útra. Ezek egy-egy évben nagyon tudják torzítani a költségvetési főösszeget, hiszen nagy bekerülési költséggel 1-2-3 évig megjelennek a költségvetésen belül is, aztán pedig mondjuk ezek megvalósulnak, és utána van 1-2 év, amikor ekkora beruházás nincs, nyilván a főösszeg majd vissza fog esni. De azok a főszámok, amik igazán fontosak, azok nyilván a saját bevételhez kötődő főszám, ez egy 32 milliárd forintos kerekített bevétel. Ez az a helyben keletkező bevétel, amit nem mástól kapunk, hanem ezt itt a helyi közösség ronda szóval rakja össze úgy, hogy továbbra is azt a, én most már kimerem jelenteni, hogy vívmányt fönn tudjuk tartani, hogy magánszemélynek helyi adót, kommunális építményadót, telekadót nem kell fizetni el Székesfehérváron.
ritkán beszélünk erről, de ez nagyon kevés településen van ma már így. Nagyon sok helyen kell magánszemélynek is helyi adót fizetni a helyi települési önkormányzat irányába. Fehérváron nem kell, és nem kell majd 2023-ban sem. Tehát a saját bevételt alapvetően a vállalkozások és a vállalkozásoknál dolgozó emberek együttműködése, munkája alapozza meg. Ez a legnagyobb bevételt 23 milliárd forintot az iparűzési adó vonatkozásában tesz ki, egy építményadó bevétel az meg fogja haladni a 4 milliárd forintot várhatóan, úgyhogy ezek a legnagyobb bevételei a városnak. Működésre körülbelül 44 milliárd forintot költünk, ebbe az intézményekre fordított összeg megközelíti a 20 milliárd forintot, ebbe minden intézményt bele kell érteni, ugyanúgy a polgármesteri hivatalt, a kulturális, szociális intézményeket, köznevelési intézmények közül, amik hozzánk tartoznak. Tehát városi fenntartású. Tehát ezek a városi fenntartású intézmények, de ide tartoznak nyilván a városüzemeltetési feladatok, akár közvetlenül a város önkormányzata, hivatala látja, akár a városgondnokságon keresztül valósítjuk azokat meg. Tehát ez egy 44 milliárdos, azt mondom, elég jelentős összeg, és látszik is, hogy olyan nagyon magas a saját bevétel, de a saját bevétel nem fedezi a teljes kiadást. Egyrészt ennek pont az energia helyzet az oka, másrészt, hogy az államtól mindig kapunk azért normatív támogatásokat. Ez összességében működési támogatásként 10 milliárd forint fölötti összeget jelent, amit az állami költségvetésből kap meg Székesfehérvár, és emögött van, vagy mellett van még a nagy fejlesztési forrástömeg, az pedig megközelíti az 51 milliárd forintot. Ebben benne van magyar állami kormányzati támogatásból megvalósuló beruházás, finanszírozása, európai uniós forrás, vagy éppen a fehérvári, tehát mondjuk úgy, hogy a helyi források rendszere is. És van egy kb. 9 milliárd forintos tartalékunk, amiből van egy rész, ami ez a nagyobb rész, ami azért célhoz kötött, tehát zömében mondjuk a változó energiaárak finanszírozására kerül majd felhasználásra, vagy egy-egy céltartalék bizonyos beruházásokhoz kapcsolódóan, de van egy 2,5 milliárd forintos szabad pénzeszköze az önkormányzatnak, tehát ez az a szabad pénz. Ez a 9 pénz, milliárdon belül? Ez a 9 milliárdon belül, ez az a szabad pénz, ami mögött még nincs döntés, hogy mire fogja a város költeni, ez le van kötve, ez kamatozik, és meglátjuk majd évközben, vagy akár a következő években is, hogy mire és hogyan lehet ezt majd felhasználni. De nagyjából így jön össze ez a 104 milliárd forint. Egyébként a költségvetés, a rendelet, maga az előterjesztés a város honlapján is elérhető, és én magam is egy ilyen kis zsetonos videóval megbeszéltük, hogy nem felejtjük el jövő évben, ide is elhozom majd a zsetonokat, mert hogy szeretnénk egy kicsit közelebb hozni az emberekhez, közérthetőbbé tenni, hogy hogy néz ki egy városi költségvetés, milyen arányok jellemzik, mire fordítjuk ezeket a pénzeket, miből van a bevételünk, hiszen ez a közös pénzünk, ez nem a polgármesteré, nem a jegyzőé, nem az intézményeké, vállalatoké, hanem ez a fehérvári polgároké. Joguk van tudni, hogy minél átláthatóbb, érthető módon, hogy ezt hogyan használjuk föl, miből származik, és mire is fogjuk elkölteni. Ugye talán nem mondom, hogy vitatottabb kérdés a közgyűlésen, mert ebben többé-kevésbé szerintem egyetértenek a fehérvári képviselők, de mégiscsak az egyik leghangsúlyosabb kérdés az a szolidaritási hozzájárulás. Ez egy 6,6 milliárd forintos összeg. Ez az, amit a magas adóerőképességből fakadóan, magyarul az erős gazdaság következményeként magasabb adóbevételből a városnak be kell fizetni az állami költségvetésből, és ezt aztán megkapják olyan önkormányzatok, akiknél az adóbevétel lakosság arányosan is jóval alacsonyabb, mint Fehérváron. Ennek azért a mértéke vitatott? Igen, én nem, azt gondolom, nem az elvitatott, mert szolidaritás a települések között is kell, hogy létezzen. A nagyságrend az, ami nagyon magas. Összehasonlításként a teljes építményadó bevételünk az emelést követően is 4 milliárd forint. Tehát nagyon leegyszerűsítve, ha nem lenne szolidaritási hozzájárulás, akkor Fehérváron egyáltalán nem kéne építményadót fizetni. És szerintem megfontolandó nem is feltétlenül az, hogy egyáltalán ne legyen, hanem hogy ez máshogy kerüljön felhasználásra. Ne általában be kelljen fizetni egy nagy közösbe, hanem akkor az agglomerációban más településekre, vagy olyan szolgáltatásokra Fehérváron, amit nem csak a fehérváriak vesznek igénybe, közösségi közlekedés, színház, vagy csak kettőt mondjak, de hát hogy az óvodai rendszer, szociális szektor is ezekhez tartozik, közszolgáltatások, ezekre lehessen fordítani, vagy akár a kórháznak lehessen nagyobb összegű támogatást adni annál, mint amit mi most saját forrásokból tudunk. Tehát
lehetne ennek talán egy kicsit hatékonyabb felhasználását megtalálni. Egyébként tárgyalunk erről a kormányzattal. Én az utóbbi időben úgy érzem, hogy van egyfajta elmozdulás, hogy igen, ezt a problémát tegyük asztalra, és próbáljunk rá egy jó megoldást találni. Meglátjuk, én bízom benne, hogy sikerül, mert nagy mozgástér növekedést jelentene mondjuk Fehérváron, de nem csak Fehérváron, mondjuk Győrben, a balatoni településeken, vagy mondjuk éppen Budapesten. És anélkül, hogy az ember ilyen típusú vitákba főleg ilyen messziről belemenne, de amikor a debreceni vita van, akkor is látható, hogy amikor a nagyiparról beszélünk, akkor az nagyon sok kérdést fölvet. Fehérváron ugye több évtizedes háttere van már ennek a fajta nagyiparnak, mindegy, hogy nemzetközi cégekről vagy magyar vállalatokról beszélünk, tehát itt ez talán már nem vita kérdés, de az igen, hogy oké, de az ennek nem csak bevétele van, hanem vannak bizonyos terhei, amit a helyi közösségre ró az ipar nagysága. Elég csak a közlekedésre, környezetvédelmi kérdésekre, zsúfoltságra gondolni. Tehát valami jár azért, hogy ezt egyébként azok a városok és az ott élők elviselik, ahonnan egyébként a magyar gazdaság bevételének jelentős része, tehát az állami költségvetés jelentős része is származik. Hozzátéve és hangsúlyozva, hogy jóval többet kap Fehérvár települése, önkormányzata, az itt élők a kormánytól ebben az évben is mindannyi a szolidaritási hozzárulás, hiszen ez 6,6 milliárd, csak működésre több mint 10 milliárd forintot kapunk az állami költségvetésből, és e fölött van, hogy ezek az 50 milliárd forint fölötti fejlesztési összegből nagyjából 40 milliárd forintot a kormány biztosít. Tehát azt is mondhatnám, hogy az 50 milliárd áll szembe 6,6 milliárddal, tehát nem az a kérdés, hogy váltunk-e nettó befizetővé, mert nyilván nem, de az igen, hogy ezt az összeget lehetne hatékonyabban, akár gazdaságösztönzésre, gazdaságfejlesztésre, bérek kérdésére úgy költeni el, hogy az emberek szerintem éreznék azt, hogy az ő munkájuknak ez az eredménye. Mert ezt kell látni, hogy az, hogy a Fehérvár fejlődik, az a közös munkánk eredménye, hiszen aki akár ezekben a pillanatokban is mondjuk egy ipari park üzemébe dolgozik, munkája révén nyilván biztosítja a saját és családja egzisztenciáját, biztosítja az adott vállalkozásnak a jövedelem szerző képességét, magyarul a tulajdonosnak a megélhetését használt, a vállalkozás értelmét, de a helyi adókon keresztül ezzel biztosítja a város működtetését és hozzájárul a fejlesztésekhez is. Akkor ez egy elég komplex terület, ahogy ön is említett, és elég sokrétű folyamat. Esetleg mondjuk más szféráról is kampányolhatnának ezért a célért, vagy lobbizhatnának, gondolok itt akár a kamarára. Igen, én is felvetettem ezt ma, mert a kamarával egyébként egy korrekt viszonyban vagyunk, amihez az is hozzátartozik, hogy amikor valamilyen helyi adóban történő változás van, akkor ezt mindig megküldjük nekik, ők pedig véleményezik. Valamikor ezt figyelembe tudjuk venni. Ma is hoztunk olyan döntést, ahol részben az ő szempontjaikat is tudtuk érvényesíteni, és valamikor sajnos erre nincsen lehetőség. És azért használom, hogy sajnos, mert senki nem örömmel emelt most meg építményadót. Tehát pontosan tudjuk, hogy jó lett volna ezt elkerülni. Persze az elmúlt két évben ugye elég jelentős adókedvezményeket tudott adni úgy is az állam, hogy az helyi adót, tehát mondjuk fehérvári önkormányzati forrást hagyott ott a fehérvári vállalkozásoknál. De én arra hívtam fel a figyelmet, hogy ne csak a helyi adóról beszéljünk, hanem akkor beszéljünk arról, hogy közösen lobbizzunk annak érdekében, hogy a helyi adó minél nagyobb arányban helyben maradjon. Mert akkor arról a helyi közösség tud dönteni. Akár helyben egyeztetve mondjuk a gazdasági szereplőkkel, gazdaságfejlesztési tekintetben mire lenne szükség. Milyen olyan infrastruktúrát kéne fejleszteni, ami mondjuk jó és versenyképesebbé teszi a fehérvári vállalkozásokat. Különös tekintettel a magyar tulajdonú KKV-kra, hogyan tudjuk elérni, hogy esetleg mi is segítsük egy magasabb bérszínvonalat elérni a vállalkozásoknál. Tehát sok mindenről lehetne beszélni, de szerintem ez egy közös érdek, és érdemes közösen fellépni. Én ebben a szolidaritási hozzájárulás kérdésében néha olyan egyedül érzem magam az országban, mert én mondom, még egyébként mondtam is a közgyűlésen, hogy a főpolgármester úr az, aki Budapest részéről szokta ugyanezt mondani, ez egy ilyen kis furcsa kombináció, de ebből is látszik, hogy vannak a településeknek közös érdekei, de mindenki más meg olyan természetesnek veszi, hogy befizetjük helyben, aztán majd lesz vele valami, én pedig azt szeretném, hogy legyen vele valami, de legyen helyben, vagy az agglomerációban, tehát a környező településen élők is érezzék azt, hogy nem az a jó gazdaságfejlesztés, hogy egy falu végén kialakuljon egy ipari park, mert az nem lesz fenntartható. Ráadásul látjuk, hogy egy nagyvárosban is okoz ez nehézségeket, hát még egy kis településen mit tudna okozni.
hanem inkább az, hogy mindenki azt tegye hozzá egy régió fejlesztéséhez, fejlődéséhez, amit tud. És hogyha az ott élők Fehérvárra járnak be, itt dolgoznak, akkor annak az eredményét úgy is érzékelhessék, hogy akár a saját kisebb településükön is egy óvoda megújuljon adott esetben ebből a pénzből, vagy éppen egy járdát föl tudjunk újítani, mert akkor tényleg együtt sírunk, együtt nevetünk, és ebben az esetben azt gondolom, hogy sokkal többet nevetnénk együtt. Ugye a költségvetés kapcsán már beszéltünk arról, hogy jelentős tartalékok lesznek, de ahogy említettem, már a fejlesztések sem maradnak el. Nem, szerencsére. Ugye ez a magas összeg, amit előbb már kétszer is mondtunk, azért ez mindig úgy értelmezhető, hogy ezek a fejlesztések nem január 1-én kezdődnek, és abban az évben december 31-ig biztos, hogy befejeződnek. Vannak olyan beruházások, amik több éves előkészítés és aztán megvalósítási szakasz után adhatók át mondjuk a nagyközönségnek. De ez így is nagyon jelentős, és minden olyan hagyományos program folytatását is biztosítja, amit megszoktunk, ugye sára program, útfelújítások, járdafelújítások, parkolóképítések, vagy például ugye az IBLI program, ami az intézmények felújítását jelenti, lesznek városrészi felújítások is, és hát azok a nagy programok is mennek tovább, amiből talán a leglátványosabb most már bízom benne egyre inkább az iskola felújítási program, hiszen nagyon sok helyén a városnak érzékelhetjük, láthatjuk, hogy óvodák, iskolák újulnak meg egészben vagy részben, de egy kicsit ezeken a területeken is előre tudunk lépni, és ebből elég jelentős összegeket tartalmaz az idei büdzsé. És amit említett is, ezek a városrészi vagy akár a sára programra gondolunk, ezek konkrétan azok a fejlesztések, amit az emberek már akkor szinte a bőrükön tapasztalnak. Igen, először rövid időre, ami nehéz, mérgelődnek. Nehéz, meg le van zárva, meg poros, meg zajos, türelmet, megértést kérünk. Nagyon kevés azon fejlesztések száma, amit úgy lehet megvalósítani, hogy senki ne vegye észre, csak a végeredményt. De általában aztán, amikor pedig már megyünk a készültségi szinten előre, akkor egyre jobban örülnek, és akkor elkészül, akkor már nem azzal foglalkozik senki, hogy ez néhány hónap nehézséget okozott, hanem örül annak, hogy a saját kis lakókörnyezete is tudott fejlődni, és ez nagyon fontos, mert egy város nem csak a nagy dolgokból áll, hanem nagyon is városrészi fejlesztésekből is, és az is meghatározza, hogy érzi magát az a család, hogy érzi magát az a fehérvári közösség egy-egy területen. Érzi-e, hogy az ő környezetében is történik valami? Nekem az a tapasztalatom, hogy akkor azt is elfogadja, hogy nem biztos az ő utcájában, de ha a szomszéd utcában történt, és ott megújult a járda, akkor elhiszi nekünk, hogy az ő utcájában is megfog, hogyha odáig jutunk a felújításokba. Úgyhogy én bízom benne, hogy bár kicsit szerényebben tudunk fejlesztési forrásokat biztosítani, de azért ez így is nagyon látványos lesz ebben az esztendőben is. Intézményeket érintő döntésekről is született pozitív előrelépést, talán fogalmazhatok így, hiszen a városi úszoda kérdése sokakat érint, és hát a kultúra is újra elérhető lesz a Vörösmarty Színházban is. Igen, és a közgyűlés egésze is elég sok döntést hozott meg, minden nehéz döntés mellett is egyhangulag, vagy közel egyhangulag, hiszen a költségvetést is 4-5-öt szavazta meg, 21 képviselőből 17-en támogatták, ami szerintem egy nagyon szép arány, de az ilyen jellegű döntéseket, amik már egy kicsit a költségvetés végrehajtását jelenti, ott pedig még nagyobb támogatottságot élveztek ezek. Döntöttünk arról, hogy az úszoda egyáltalán nem kerül most már a téli időszakban tavasszal bezárásra, hanem a nagy úszoda működni tud. Ennek szerintem nagyon sokan örülnek, hogy itt például az állam sokat segített nekünk, mind az előző év utolsó negyedévében, mind pedig kormányzati forrást kaptunk most az első negyedévben is. A színháznál tudtunk hozni egy pozitív döntést, hiszen március közepén végén nyitott volna csak a színház, ezt most előrébb tudtuk hozni, és március 1-től már a Vörösmarty Színház főépülete kinyitja kapuit, és lesznek előadások, koncertek, balettszínházi előadások, úgyhogy a kultúra fő közösségi tere az szerencsére újra megnyílik, bár most, amikor jöttem a tévébe, akkor már elkezdték építeni a kis díszletet a Városháza dísztermében, ugye a 12 dühös emberre, amit ugye Cserhalmi György rendez, úgyhogy nagyon izgalmas volt látni, hogy egy kicsi színházi térré, hogy alakul át a díszterem. De ezek azt hiszem, hogy tényleg pozitív döntések. Hoznunk kellett bölcsőde óvoda tekintetben is döntéseket. Ugye a gyerek létszám alakulása következtében, ami egy-egy városrészben több gyermeket jelent, például Maroshegyen, ahol nyitunk bölcsődét, a Szeder városrészben a Szeder bölcsit, tehát a Szederes kertben kivezetjük néhány év alatt,
az ott dolgozók mindegyike az önkormányzati rendszeren belül kap munkalehetőséget, tehát szerencsére senkit nem el kell elküldeni, magát az épületet is. Kovács Zsoltné képviselőasszony úgy állapodtunk meg, hogy közcélra fogjuk fordítani, tehát nem adja el a város, nem bontjuk le, nem épül oda lakópark, hanem marad valamilyen közintézmény. Örülök annak, hogy egyébként ezekben az egyáltalán nem könnyű kérdésben is egyhangú döntést tudtunk hozni. És nem csak Fehérvár kényszerül néha ilyen döntésekre, pont Szegedről olvastam az elmúlt napokban, hogy hasonló okok miatt hasonló döntéseket kellett hozni. Ez a város mindig mozog, mindig változik, és ezáltal egy kicsit az intézményrendszert is hozzá kell ehhez igazítani. Úgyhogy ezek is fontos döntései voltak a mai testületi ülésnek. Zárt ülésen is tárgyaltak, például a Fehérvíz kérdéséről is. Erről mit lehet tudni, polgármester úr? Ugye még az előző esztendőben, szeptember 20-át megelőzően foglalkozott ezzel az üggyel a testület, és akkor az integráció mellett foglalt állást. Ehhez kellett még egy kiegészítő döntést meghoznunk most, erről ezt a közgyűlés meg is hozta, és alapvetően ez azt jelenti, hogy az integráció, én most már úgy gondolom, hogy végig fog menni, tehát az állam átveszi ennek a szolgáltatásnak a biztosítását, az ehhez kapcsolódó feltételrendszernek nem csak a tulajdonjogát, hanem a szolgáltatás kötelezettségét is. Miért volt erre szükség? Egyrészt ugye otthon ezt ritkán szoktuk észrevenni, de ugye több mint 10 éve nem változnak a szolgáltatás díjai, miközben hát nem csak az utolsó egy évben, hanem nyilván több mint egy évtizedben a költségek jelentősen megemelkedtek. Ez azt jelenti, hogy a Fehérvíz is most már veszteséges lett, az energiaárak nagyon jelentősen megemelkedtek, nagyon jelentős fejlesztéseket kell a következő 1-2 évtizedben megvalósítani, és szeretnénk egy béremelést is megvalósítani, ami szintén jelentős pénzügyi terhet ró a Fehérvízre, de szükséges, mert ez a több mint 500 ember ezt joggal várja el, akik a Fehérvíznél dolgoznak, nyilván nem csak Fehérváron, hanem a Fehérvíz szolgáltatási területén. Ez egy olyan nagyságrendű pénzügyi halmaz, amit önmagában az önkormányzatok, mint tulajdonosok nem tudnak megoldani. Ezt a magyar állam tudja finanszírozni, a magyar állam letette az asztalra egy javaslatot, hogy ezt hogy tudja megtenni. Ehhez kérte, hogy az önkormányzatok hozzák meg a döntéseket, mi ezt meghoztuk számos más nagyvárossal együtt. Erről jövő héten értesítjük az államot, és bízom benne, hogy így nem csak a jogi dokumentáció előkészítése halad előre, hanem hamarosan a Fehérvíz megkapja azt az állami pénzügyi segítséget, ami akár a béremelés finanszírozását biztosítja, akár pedig azt, hogy a második negyedévre a Fehérvíz megrendelhesse a szükséges villamos áramot, mert fedezet hiányában egyébként ez jelenleg most elég nehézkes. Tehát mit is szeretnénk garantálni? Valójában a szolgáltatás biztonságát. És tehát, hogy legyen víz Fehérváron? Gyakorlatilag igen. Ez a tétje ennek a mai döntésnek. Én úgy érzem egyébként, hogy a helyzettel is, azzal, hogy az önkormányzat most más döntést nem hozhatott, mindenki egyetértett. Én ezt mindenképpen pozitívumnak tartom. Szerintem egy felelős döntést hozott a testület. Nem elfelejtve, hogy mi azt is megfogalmaztuk ebben, hogy szeretnénk majd a jövőben részvény plakettet Fehérvár önkormányzatának abban a vízi cégben, ami itt a szolgáltatást elvégzi. Én azt gondolom, hogy ez egyébként a Fehérvíz lesz a jövőben is, csak más tulajdonosi összetétellel, adott esetben egy más ellátási területtel, de ez a jövő zenéje, és ebben már nyilván az államnak is fontos döntési kompetenciái lesznek. De ezt is úgy érzem, hogy ma a körülményekhez képest úgy zárta le a közgyűlés, hogy az előbb említett célok megvalósítását ez a döntést segíti és szolgálja. Az állam egyben azt is jelenti, hogy akkor közösségi tulajdonban lesz. Igen, a Fehérvíz. Ugye ez is fölmerült kérdésként, a közösségi tulajdon adott, itt az a kérdés mindösszesen, hogy ebből mennyi állami tulajdon és mennyi önkormányzati tulajdon, de a magánosítás itt nem kerülhet szóba. De ne felejtsük el, hogy azért pont Székesfehérváron hogy az állam segítségével tudtuk a távhő termelő fűtőerőművet annak idején úgymond visszavásárolni, és mondhatjuk el, hogy ez a közszolgáltatás önkormányzati tulajdonban van, és voltak régen olyan elképzelések, hogy magánosítják, privatizálják a Fehérvizet, akkor ez sikerült megakadályozni, és közösségi tulajdonban maradt, és abban is fog maradni. Itt mondom, legfeljebb az állami önkormányzati tulajdoni arányok a kérdésesek, de a közösségi tulajdon az nem, az egy adottság, és ennek így is kell maradnia. Ezek voltak tehát a legfontosabb döntések. Összességében milyennek értékelte a mai közgyűlést? Nagyon kultúrátnak, és úgy közben el is gondolkodtam néha, hogy
hogy hát talán megint csak sikerült egy kicsi példát mutatni, hogy, hogy így is lehet politizálni, lehet úgy vitatkozni, hogy közben egymás személyét tiszteletben tartjuk, véleményét elfogadjuk, nem értünk egy csomó mindenben adott esetben egyet, másban meg igen, hiszen a döntéseink jelentős része ma is egyhangulag vagy közel egyhangulag született meg, de így van értelme a politikának, mert ez akkor valóban szolgálat, egy közösség szolgálata. Ma szerintem a testület az szolgálta a Fehérvár közösségét. Mondhatjuk, hogy 100 000 egy csapatban, és ez így jelent meg ma a testületi ülésen is. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Köztérre egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban, a beszélgetésünket pedig visszanézhetik a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.